Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban, híreink következnek. Izrael állítólag biztosította az Egyesült Államokat, hogy nem fog csapást mérni az iráni olaj vagy nukleáris létesítményekre, mikor megtorolja az iráni rakétatámadást. Eközben Dél-Libanonban a hadsereg erői újabb bizonyítékokat találtak arra, hogy a Hezbollah egy október 7-i szintű inváziót tervezett. Julie Stahl következik. Az IDF egy hatalmas föld alatti parancsnoki központot fedezett fel Dél-Libanonban, amely a Hezbollah legelitebb harcosai fellegváraként szolgált, hogy megtámadják Izraelt. Rajtaütést terveztek Izrael ellen. Még nagyobb mészállást, mint október 7-én. Azt tervezték, hogy ezekkel a motorokkal Kiryat Shmonába, Jiftába és más falvakba mennek Izraelben, és mészállást hajtnak végre. A parancsnoki központ egy libanoni ház alatt található, alig másfél kilométerre az izraeli határtól. A bunker és az alagútrendszer tele volt fegyverekkel és berendezésekkel, ahonnan a Hezbollah terroristái rakétákat lőhettek, vagy meghúzódhattak. Néhány napja még itt voltak, ezekben az ágyakban, ezekkel a fegyverekkel. Izraeli vezetők lerótták kegyeletüket a vasárnapi halálos droncsapás áldozatai előtt. Izrael főtábornoka, a védelmi miniszter és a miniszterelnök is jelen volt. Benjamin Netanyahu miniszterelnök azt mondta, hogy ez a brutális támadás, amely 4 halálos áldozatot és több mint 60 sebesültet követelt, nem fogja eltántorítani Izraelt a Hezbollah elleni háborújától. Szeretném világossá tenni, hogy továbbra is kíméletlen csapást fogunk mérni a Hezbollahra Libanon minden részén, Beirutban is. Hétfőn eltemették amitai őrmestert, a 4 megölt katona egyikét. Édesanyja Hagit fia koporsója mellett sírt. Olyan érzés volt, mintha kitépték volna a szívünket, mondta. Miközben Izrael fontolgatja az Irán elleni megtorló csapást, Izrael állítólag megígért az USA-nak, hogy nem fog nukleáris vagy olajtermelő létesítményeket támadni. Amerikai tisztviselők a Wall Street Journalnek azt mondták, hogy a csapás valószínűleg katonai és hírszerzési célpontokat fog érinteni. Várhatóan a november 5-i választások előtt kerül rá sor. Válaszul arra híre, hogy az USA rakétavédelmi rendszert és mintegy 100 katonát küld a rendszer működtetésére, Irán állítólag megszakította a kommunikációt az USA-val és a konfliktus eszkalálódásával vádolja. Nem akarunk háborút, bár teljes mértékben felkészültünk rá. Eközben az Európai Unió országai dühösek Izraelre, miután a dél-libanoni Hezbollah állásokat ért csapások megsebesítették a közelben tartózkodó ENSZ békefenntartókat. Netanyahu szerint hamisak azok a vádak, hogy Izrael szándékosan támadta meg a békefenntartókat. Szerint a Hezbollah szándékosan lő rakétákat az ENSZ állások közeléből, és Izrael többször figyelmeztette az ENSZ békefenntartóit, hogy vonulja. A Hezbollah a UNIFIL létesítményeit és állásait használja fedezékként, amikor izraeli városokat támad. Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem. Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. A 7 éves Mason egy zuhanó repülőgép lángoló roncsaiból repült ki. Nagyon komoly sérüléseket szenvedett. Orvosa akkor azt mondta, hogy a kisfiúnak akár maradandó agykárosodása is lehet. Mason mára viszont teljesen egészséges. 2020. május 31-én Lindsay Jeter tanítónő és 2 gyermekes elvált anya munkából hazaérve a sheriff helyetteseit találta az udvaron. Tudtam, valami nincs rendben. 7 éves fiáról, Masonről hoztak híreket. Azt mondta, a fia repülőgép szerencsétlenséget szenvedett. Azért vagyok itt, hogy elvigyem hozzá. Nagyon feldúlt lettem. Megkérdeztem, rendbe fog-e jönni, mire ő azt válaszolta, asszonyom, nem tudom. Mason édesapja és pilóta nagybátyja a Louisiana állambeli Pineville-ben egy festői sétarepülésre készültek, de nem sokkal felszállás után a kis gép lezuhant. Mindkét férfi azonnal életét vesztette. Miután biztonsági jöve elszakadt, Mason kirepült a szétroncsolódott gépből. Emlékszem csak, könyörögtem. Istenem, kérlek, segíts neki, hogy rendben legyen. A rendőrök Lindsay-t a Rapids regionális orvosi központba vitték. Lindsay édesanyja Marilyn Smith követte őket. Szörnyű volt, felhívtam egy barátomat, és kértem, hívjon össze embereket, és kezdjenek el imádkozni, mert nem tudom, milyen sérülései vannak, és mennyire súlyos az állapota.
Végre odaértek Mason mellé. Ijesztő volt, a feje feldagadt, a szemei lilák és duzzadtak voltak. Az egész szürreális volt. Ez a kép beleégett az emlékezetembe. Olyan megrázó volt látni így őt, szinte felismerhetetlen volt. Szörnyű látványt nyújtott. Masonnek sok sérülése volt. Több csontja is eltört, koponyája megrepett, ami miatt megduzzadt az agya, és további szervi sérülései is voltak. A tüdeje megzúzódott, a mája pedig felszakadt. Bár a fiú állapota stabil volt, az orvosok felhívták a figyelmet, hogy maradandó agykárosodást szenvedhet. Masont mesterséges kómában és lélegeztetőgépen tartották, hogy csökkentsék az agyduzzanatot. Marilyn korábban intenzív szakápolóként dolgozott. Minden egyes sérüléssel egyre jobban összezuhantam, mert olyan sok volt belőlük. Mindegyik súlyos volt, és bármelyiknek lehettek volna olyan szövődményei, ami miatt elveszíthettük volna őt. A baleset híre elterjedt, a barátok és családtagok pedig az egész környékről összegyűltek, hogy imádkozzanak és támogassák a gyászoló családot. Néhányan, köztük Lindsay tanártársai, a Mason szobája alatti parkolóban találkoztak, amikor elvitték, hogy megműtsék a törött combcsontját. Vérasztást tartottak érte. Csodálatos volt, alázatra ösztönzött. Nagyon szívmelengető volt. Tudtuk, hogy rengeteg ima száll fel Masonért, és ez átsegíti majd őt. A műtét sikeres volt. Miközben arra vártak, hogy Mason tüdeje és többi szerve meggyógyuljon, Lindsay azt mondta, hogy Isten egy zsoltárversre irányította a figyelmét. Megmutatta, hogy angyalokat adott, hogy őrizzenek minket. Ez megsokszorozta a hitemet. Azért imádkoztam, hogy Isten küldje el az ő őrangyalait, hogy vigyázzanak rá. A következő néhány napban Mason tüdeje javulni kezdett, a mája meggyógyult. Majd 5 nappal a baleset után a vesélyi kezdtek leállni, ami arra engedett következtetni, hogy a szervei feladják a szolgálatot. Nagyon ijesztő volt, mégis béke töltött el. Teljes, teljes mértékben. Istenre támaszkodtam. Annyira, mint soha azelőtt. Hétfő reggelre Mason veséjének állapota drasztikusan javult, és az orvosok biztosak voltak benne, hogy teljesen rendbe fog jönni. Azt viszont nem tudták, vajon szenvedette agykárosodást, és ha igen, milyen mértékűt. 4 nappal később, június 5-én Masont levették a lélegeztetőgépről, és visszahozták a kómából. Nem ismert fel azonnal, és ez nagyon megijesztett. Anyukámat ismerte meg, de engem nem. Fél órával később Mason anyának szólította Lindsayt. Ahogy visszatért az emlékezete, tudtam, hogy az agy működése teljesen helyreállt, ami nagyon megnyugtató volt. 2 hét kórházi tartózkodás után Mason hazamehetett. Az, hogy nem lett maradandó szervi károsodása, se agykárosodása, minden kétséget kizáróan csoda. Ma Mason egy egészséges és aktív fiú, aki még mindig szeret repülni. Nem sokkal a baleset után felvették az iskola tehetséggondozó programjába. Amiatt, amin keresztül ment, Mason sokat tanult az ima erejéről. Az imának nagy ereje van. Nagyon király tudni, hogy az a sok ember törődött velem. Az ima átírta ezt a történetet, máshogy is végződhetett volna. Lehet, hogy nem gyógyult volna meg ilyen gyorsan, vagy akár itt se lenne. Az Úr meghallgatja az imáinkat, és ez nagyon fontos. Úgy hiszem, hogy abban a pillanatban angyalok serege volt mellé rendelve, akik kirángatták őt abból a gépből. Amikor az lezuhant, Mason velük együtt tovább repült. De úgy gondolom, hogy az imák nélkül nem biztos, hogy ugyanez lett volna a végeredmény. Minden imában hatalmas erő van. Az Úr nem hagyott fel a csodákkal, hanem minden nap csodákat cselekszik. Azt hittem, ez a világosság, mert számomra mindez nagyon szerethető volt. Simon Peer soha nem látott semmi rosszat abban, hogy ő jó boszorkány. Számára ez az okkult tevékenység jó oldalát jelentette. Úgymond jó boszorkány voltam, és jó boszorkányságot folytattam, ami úgymond Istentől származott. Az okkultizmusba édesanyja vezette be gyerekkorában, aki médiumokkal és szellemekkel érintkezett. Horoszkóp, számmisztika,
kísértetek látása, spirituális jelenségek. Ezek mind megszokottak voltak. Mégis egy közeli családtagtól elszenvedett fizikai és verbális erőszak taszította mélyen ebbe a világba. És az, hogy 5 éves korában molesztálta egy szomszéd, amiről senkinek nem beszélt. Azt hiszem, azt a következtetést vontam le belőle, hogy teljesen szerethetetlen és értéktelen vagyok. Igen. Ezt éreztem. Ezek az érzések tinédzser lányként promiszkuitásba, kábítószer és alkoholfogyasztásba taszították, sőt a középiskolában és a főiskolán öngyilkos gondolatok is gyötörték. Egy főiskolai társ megtanította neki, hogy kell a tarókártyát olvasni, ami Simonnak a válaszok és az igazság felismerésének kezdetét jelentette. A figyelmemet megragadták a kártya különböző részletei, amik ajtót nyitottak a láthatatlan világba, és felfedték annak titkait. Simon elmerült a New Age filozófia és praktikái világában. 20 éves korában jóboszorkánynak kiáltotta ki magát. Meg volt győződve róla, hogy ténykedése jót tesz az embereknek, és különösen saját magának. Kitartóan hittem, hogy ha egyre több világosságra törekszem, választ kapok arra, hogy mi a baj velem. És valahogy megjavulok. És jobban fogom érezni magam. Az elkövetkező 30 évet a megvilágosodás keresésével töltötte, hogy elérje a jóboszorkányság legmagasabb szintjét, a főpapnő címet. Az okkultizmus több formájának gyakorlásával Simon állatáldozatok bemutatásán is részt vett. A vérontáson keresztül tudtunk megtisztulni, meggyógyulni és erőt szerezni, illetve magasabb szintre jutni az egyes beavatási szertartásokon. Mindezen felül egyesek azt tanították, hogy így Jézushoz lehet hasonlóvá válni, olyan tanítóvá, aki eléri a végső megvilágosodást azáltal, hogy reinkarnálódva Istenné válik, és még több világosságot szerez. Azt tanították, hogy újra és újra visszatérve egyre több világosság lesz bennem, végül pedig teljes világossággá válok, aki visszatérve más lelkeket is táplál, akik szintén többszörös újjászületésen keresztül emelkednek fel. Mégis bármilyen magasra jutott, bármennyire is úgymond megvilágosodott, belül ürességet érzett, amit nem tudott betölteni. Nagyon sok dolog volt a spirituális utamon, amit szerettem, és ami örömmel töltött el. Ám volt egy nagy ellentmondás az életemben, mert emellett a legmélyebb, legsötétebb vermeket is megjártam. Nem mondhattam, hogy az életem sikeres volt. Szép kis megtévesztés. 2017-ben kétségbe esetten keresve az igazságot és békességet, Simon ráakadt egy videóra heavy metal zenész Alice Cooperrel, aki arról beszélt, hogy az egyetlen igaz Jézus Krisztus hogyan szabadította meg az alkoholizmusból és adott neki új életet. Rájöttem, hogy a sátán nagykövete voltam, és nem is tudom, hogy mit jelent befogadni Jézust. Egyáltalán nem értettem, csak éreztem, hogy a szívem megnyílik, és tudtam, hogy ő itt van, és én akarom őt. Amikor elolvastam, mit jelent megtérni, és azt is leírták, milyen bűnöket kell megbánni, nagyon élesen kitűnt mindközül, hogy korábban azt hittem, Isten vagyok, és hogy más emberek és dolgok manipulálását szolgáltam. Hangosan kimondtam, hogy megbánom ezeket, és felemeltem a kezem Istenhez. Könyörögtem, bűnbánatot tartottam, és imádkoztam magamért. Heteken belül mindent kidobott, ami az okkultizmushoz kötötte, és elkezdett gyülekezetbe járni, ahol gonosz szellemektől való szabadító szolgálatban részesült. Meg sem tudom számolni, hogy hány démontól szabadultam meg. A szívemben és a szellememben éreztem, hogy szabad vagyok. Ma Simon hivatalosan elismert életmód tanácsadó, aki mindenkinek elmondja, hogy Jézus a világvilágossága, és minden, amit keresünk, benne van.
Azoknak, akik hozzám hasonló utat járnak be, azt üzenem, hogy Jézus a válasz, amit keresnek. Tényleg ő. Daniel Baker biztos volt benne, hogy vagy börtönben hal meg, vagy az utcán. A fejében hallott hangok ugyanis ezt mondták neki. Látta, ahogy drogbirodalma és az egész élete darabokra hullik. A rács mögül már csak egy dologért kiáltott, hogy vége legyen ennek az őrületnek. Régen itt árultam a drogot, és sok embert meg is vertem. Daniel így emlékszik vissza arra, hogy milyen volt ezen a helyen felnőni és káoszban élni. Amikor tartoztak nekem pénzzel, erőszakosan léptem fel, hogy féljenek tőlem. Felrobbantottam a kocsijukat, vagy felgyújtottam valamit, sok rossz dolgot tettem. Daniel erőszakos, bántalmazó családban nőtt fel. Nem sokkal azután, hogy szülei elváltak, a 7 éves gyereket egy rokon zaklatta. Elmondta a szüleinek, de nem foglalkoztak vele. Emlékszem, hogy nagyon szeretetlennek és elhagyatottnak éreztem magam. Nem tudtam, hogyan kezeljem ezeket az érzéseket, egyáltalán nem értettem, mi az, amin keresztül megyek. Sok harag és düh volt bennem, különösen Isten felé. Daniel hamarosan verekedésekbe keveredett. Elkezdett inni, dohányozni és drogozni. 16 évesen úgy döntött, drogdíler lesz. A pénz és a hatalom vonzott a drogüzletbe. Drogot akartak, és ez nálam volt. Ha a dolgok nem úgy mentek, ahogyan én akartam, erőszakos voltam velük. Az volt a dolgom, hogy a drogot áruljak, és életeket tegyek tönkre. Sikeres díler lett. De a magánélete romokban hevert. 19 évesen megnősültem, de az egy nagyon mérgező kapcsolat volt. Azt mondtuk, hogy szeretjük egymást, de megcsaltuk egymást, még verekedtünk is. Ugyanazt csináltam, mint a szüleim. Egy év házasság után rajta kapta a feleségét, és családi erőszak miatt letartóztatták. Ott voltam teljesen egyedül. Féltem, mert senkim sem maradt. A drogbirodalmam darabjaira hullott, mindent elvettek tőlem, amiért addig keményen dolgoztam, semmim nem maradt. A cellájában volt egy Biblia. Úgy voltam vele, hogy na jól van, Isten, ha tényleg létezel, akkor most mutasd meg magad. Felcsaptam a Bibliát, és elkezdtem olvasni. Ott volt egy Sámson nevű ember története, aki egy házasságtörő nőt vett el. Isten ekkor megmutatta nekem, hogy ő soha nem hagyott el. De még ekkor sem tudta ezt elfogadni. Méltatlannak éreztem magam erre. Nem hittem, hogy bárkit is érdekelnék, törődne velem, vagy őszinte lenne hozzám. Így, amikor kiszabadult, visszament az utcára, és megpróbálta újjáépíteni birodalmát. A saját anyagától kiütve hajléktalanként végezte. Vagy az utcán halok meg, vagy a börtönben. Csak egyetlen fénysugár volt az életében, a helyi gyülekezet. Amikor nem volt mit ennem, megetettek. Amikor nem volt hol laknom, beengedtek a gyülekezeti házba, és mindent megtettek. Semmit nem kértek cserébe. Ez megérintett. Végül egyénnyi függőség és hajléktalanság kellett, hogy újra Istenhez forduljon. 22 évesen több bűncselekmény miatt megint letartóztatták, és 19 hónapra börtönbe került. Akkor értettem meg, hogy most már tényleg fel kell adnom az ellenkezést. Elkezdtem Istenhez kiáltani, hogy segítsen meg, hozzon ki ebből az őrületből, amiben élek. Láttam, hogy újra és újra megcsinálom ugyanazokat a dolgokat, és mindig ugyanaz a vége. Olyan régóta hazudtam magamnak, hogy most azt kértem az Úrtól, segítsen átlátni a saját hazugságaimon. Kinyitottam a Jézus hív című könyvet, és azt olvastam, hogy a szemeiddel az én arcomra tekints, mert én szeretlek. Ez szíven ütött, mintha Isten üzenné, hogy nézzek az arcába, mert ő úgy döntött, hogy Jézuson keresztül megmutatja magát a világnak. Nézz Jézusra, és megtalálod az igazságot. Csak Jézuson keresztül juthatunk a mennybe, nincs más út. Oké, Istenem, benne vagyok. Bármit szánsz nekem, elfogadom. Mondd, és megteszem. Ahogy Daniel kitisztult és minden nap olvasta a Bibliát, a szíve és az elméje is gyógyulásnak indult. A legnagyobb változás az volt, hogy lett hitem abban, hogy meg tudok változni, és hogy Isten szeret engem. Találkozik velem ott, ahol éppen tartok, és nem kell tökéletesnek lennem ahhoz, hogy kapcsolatba lépjen velem. Sok hangot hallottam a fejemben, hogy rossz dolgokat tegyek. De belemerültem a Bibliába, és azt tettem, amit mond, és hallgattam rá.
ahogy ezt egyre többet tettem, a hangok szépen eltűntek. A gonosz dolgok kikoptak. Amikor 2020-ban kiengedték, elkezdte jóvá tenni a múltbeli hibáit, és szolgálni a közösségben. Visszavitt egy autót, amit azelőtt ellopott, és ott hagyott egy másik államban. Rendbe hozta és visszavitte a tulajdonosának. Ezzel indult non-profit szervezete, amit Krisztus tanítványai műhelynek nevezett el. Ezen kívül létrehozott 3 keresztény rehabilitációs házat. Isten úgy van vele, hogy én rám számíthatsz. Én nem leszek olyan, mint a világ. Én nem hagylak magadra, és nem vezetlek félre. Amint átadtam magam Istennek, mindent megkaptam tőle, de tényleg. Mindent megkaptam, amiért korábban a saját erőmmel és magam módján annyit küzdöttem. Ha tudtam volna a legelején, hogy ez ilyen egyszerű, hát akkor rengeteg időt megtakaríthattam volna. Bizony, nagyon könnyű letérni a kitaposott ösvényről és eltévedni. Daniel szüleinek szörnyű házassága volt, és előtte ez a példa lebegett, amikor családról és kapcsolatokról volt szó. Aztán molesztálták, majd keresztül ment egy váláson, és senki sem foglalkozott azzal, hogy mi történt vele. El tud jutni az ember egy olyan szintre, ahol csak próbál életben maradni. Ha jól értettem, amit mondott, van, hogy az ember azért csinál bizonyos dolgokat, mert nem tud mást csinálni. Nem arról van szó, hogy ne tudna jobbat. A szívében tudja az ember, hogy nem jó olyasmit tenni, de ez az, amit tud, és legfőképpen ez teszi lehetővé az irányíthatatlanná váló helyzet, a káosz irányítását. Ebben a helyzetben Daniel minél inkább megpróbált magára támaszkodni, annál mélyebbre süllyedt, és annál távolabb került attól, hogy bármit is irányítani tudjon. Néha azért jövünk Istenhez, mert kilátástalan helyzetbe kerülünk. Ilyenkor feladjuk, és tudják mit? Pontosan ez az a hely, ahol lennünk kell. Isten megengedi, hogy ez megtörténjen az életünkben, ha ez közelebb visz minket hozzá. Nehéz Istenben bízni akkor, amikor az emberek körülöttünk nem megbízhatóak. De az ige azt mondja, kinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Ő hűséges. Ő az egyedüli személy az életünkben, aki soha, semmilyen módon nem lesz hűtlen hozzánk. Mi mindannyian hagytunk már cserben mást, mind kerültünk olyan helyzetbe, hogy szükségünk volt a megváltóra. Daniel azt mondta, hogy még csak nem is kellett elég jónak lennie, de nem is lehetünk elég jók. Isten tudja, honnan jövünk. Tudja, hol tartunk, de még így is szeret minket. Szeret minket úgy, ahogy vagyunk, de meg is akar változtatni, mert közösségben akar lenni velünk. És mert mi is azt akarjuk, hogy az életünknek legyen értelme. Erre teremtettünk. Jöjjön most hozzá alázatos szívvel, és ismerje be, Istenem, én ezt elrontottam. Szörnyű dolgokat tettem, és megbocsátásra van szükségem. Mondj el, hogy mik azok. Azután kérje a bűnbocsánatot. Jézus meghalt önért. Kérje, hogy töltse be önt a szellemével, és tanítsa meg, hogy mit jelent érte élni. Ma a János evangéliumából idézünk búcsúzól, és és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Isten áldja önöket!